Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt az A38 hajóról. Azt a megtisztelő meghívást kaptam, hogy ebben a nagyszerű sorozatban, az akusztik sorozatban én is fellépjek és hozzak barátokat, közreműködőket, ismerőseket. Szabad a gazda! Assza! Akusztikusan énekelünk, akusztikusan gitározunk, zongorázunk, dobolunk, bőgőzünk, fuvolázunk, furujázunk. Természetesen az LGT dala és az LGT munkássága az nálam abszolút egy ilyen alapmű volt. Tehát előbb tanultam meg az LGT dalokat, mint az ABC-t az iskolában, mint tényleg konkrétan így. Köztünk már nem csak munkakapcsolat van régóta, hanem egy baráti viszony is van. Egyrészt imádom a lényét és a zeneiségét Jamesnek, úgyhogy számomra megtiszteltetés, bár most már megszokottá válhatni, nagyon sokat vagyunk egy színpadon, szóval mégis minden egyes ilyen, egy ilyen közös zenélés, egy ilyen szeánsz, egy ilyen ünnep. Úgyhogy én imádok vele zenélni, mert van egy olyan kisugárzás, amitől ő igazán valamilyen, és igazán egyéni és páratlan. Ráadásul nem kiszámítható, ő mindig változik, mint az élet, úgyhogy imádok vele zenélni. Kedvesebb szám nincsen, de hogyha csak azt mondom, hogy a dal a miénk, ő még csak 14, utolsó szerelmes, de ha eljönnek az angyalok, szerelem aktivist mindig magasabbra, már nem vigyázol ránk, áld meg a dalt, nem adom fel, szólj rám, ha hangosan énekelek, tengernyi dalom van, akármelyik pillanatban lehetne felkérésre egy új anyagot előállítani, de azt gondolom, hogy nagyon kockázatos dolog manapság, legalábbis részemről ebbe belevágni, ezért inkább vállalom ezt a dolgot, hogy az ismert számokat kvázi feldolgozva, új köntösbe, hiszen nem úgy játszom el egyik számot sem, mikor egyedül játszom, akkor sem. Úgy játszom el, mint régen, viszont az ember változik. Mi 2014-ben játszottunk először a James-szel egy Budapest parkos koncerten, és abszolút ilyen légből kapott ötlet volt, hogy fú, de menő lenne, és a James elvállalta. És eljött, és eljátszottuk ezt a Mindig magasabbra című dalt, és iszonyat jó fej volt, alázatos, tehát itt tényleg tanultuk tőle, ittuk a szavait. Kevesebb megtisztelő dolgot tudok mondani, mint hogy a Lokomotív GT gitárosa elhívott a műsorába, pont erre Mindig magasabb rá, valamivel kezdtük az egész idézőres együttműködést, úgyhogy nagyon megtisztelő. Szeretném megcsillogtatni nem csak az én erényeimért, hanem azokat a stílusokat, amiben otthon vagyok, otthon szeretek lenni. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá, Karácsony János James vagyok. Fogadjátok szeretettel ezt a pár ismert dalt.